Köszöntöm nézőinket, Baka Ferencet köszöntöm itt a stúdióban. Képviselő is csak ember, megismerjük őt is, mint oly sok mást már itt ebben a sorozatban. Feri, talán mondhatom, hogy nem túlságosan, de egy kicsit azért különlegesebb a te képviselői pályád, mondhatom így, hiszen egy kicsit később kapcsolódtál be a városvezetői munkába, egy összeférhetetlenség miatt függetlenként később foglaltad el a helyed a közgyűlésben. De hát ez már mondhatnám, hogy ez mind előre mutatás, a beszélgetés vége, hiszen a kezdetektől indulunk, hol születtél, egyáltalán a gyermekkor hova köt téged? Köszöntöm a nézőket, hát régi szekszárdi családba születtem, Szekszárdon az Újvárosban nevelkedtem, az óvodát, iskoláimat is, mindegyiket itt végeztem, a hármas iskolába jártam. A gyermekévekhez kötődően emlékek azok még, hogy a város kevésbé volt kiterjedt, abban az időszakban kijártunk, csatangoltunk a mezőre, hát ezek ilyen mindenféle apró gyermekkori csintevések kapcsolódnak ehhez. Rossz gyerek voltál? Hát aztán általában a fiúk, minden fiú nem az, hogy rossz, eleven ugye mindent ki kell próbálni, amit esetleg a szülők azt mondják, hogy ezt nem lehet, el kell menni megnézni azt, amiről tiltanak. Nem, annyira nem voltam rossz gyerek, benne voltam én is a síntevésekben, inkább így mondanám. Hát ezek nem megrengető, meg nem olyan, amire már azt mondjuk, hogy hát ez már meghúzza azt a kategóriát, ami zicseres, de úgy mindenfélét csináltunk. Hát elég hamar sportokkal megismerkedtem, úgyhogy annyira ezek is azért lekötötték az ember energiáit, és nem feltétlenül volt az, hogy mindig csak a keresni a rosszat. Rá fogok kérdezni természetesen a sportokra, de eszembe jutott az a kérdés, hogy mi volt a legnagyobb csintevés, amire emlékszel, amivel azért egy elnye-belnye kijárt? Hát igazából talán akkor még a katonai laktanyának a környéken ugye nem volt ildomos mászkálni, és hát gyerekekként persze, hát ez nagyon mozott, hogy ott mi lehet ott, és oda próbáltunk meg úgymond beszökni, mert ez persze nem sikerült, úgyhogy hát ebből volt egy olyan, amit kicsit komolyabb dorgálást kaptunk érte otthon, de igazából nem, tehát nem voltak ilyen nagyon-nagyon egetrengető dolgok, amit a gyerekek szeretnek, ugye kimászkálnak, esetleg néhány tő szöllőt leszednek, esetleg a kukoricába kitaposnak valamennyit, tehát ez ami a szokásos. Így mondhatjuk. Így. Sportot említetted, tehát biztos a szüleid is úgy gondolták, hogy egy örök mozgó eleven gyereknek jó lesz, hogyha, hogy te is mondtad, az energia nagy része ebbe fektetődik. Mi vonzott, mi az, amit kipróbáltál? Hát igazából ebbe is úgy minden érdekelt, pláne a gyerekeknél, ugye a labda az egyik, ami mindig érdekes, mondjuk. Én elsősorban engem nagyon mozott az első időkben is már a foci, és azon belül igazából nem is az, hogy kergetni a labdát, hanem védés. Nagyon régen kezdtem el ezt, hogy elvállaltam. Ugye mindig a gyerekeknél ez a gond, hogy ki legyen a kapus, hát nálunk ez nem volt gond, mert én ezt mindig nagyon szerettem csinálni. Ezen kívül hát az asztali tenisztől kezdve a tájékozódási futáson keresztül sok mindent az ember kipróbált, egyszer még olyan is volt, hogy na akkor atlétizálásba egy kicsit bele. Tehát tényleg minden volt az. Ami legtovább tartott, az a tájékozódási futás volt, abból ilyen úttörő olimpiai szintre is eljutottam. Sőt, hát ennek egy kicsit a kicsengés a mai napokra is eljön még, mert tájékozódási túraversenyekre járunk mai nap is egy ilyen kis baráti társasággal rendszeresen. Ez, hát kupákat is hozunk el időnként, tehát eredményesek vagyunk ebben mai napig. Hát ugye itt is az ember alkatomból kifolyólag nem a nagy futás volt az, mondjuk csinált azt is az ember, de elég jól sikerült megtanulni a tájékozódást, és így irányba tudott az ember jól menni, meg megtanult azokat a dolgokat, hogy lehet mondjuk egyszerűbbé tenni, gyorsabbá ezáltal egy-egy bójának a megkeresését, megtalálását. Úgyhogy mondjuk ez a mai napokra kitekintő. Az asztali tenisz, hát az olyan, hogy az már csak inkább ilyen családi időnkénti hobbi szinten maradt, meg otthon játszogattunk ismerősökkel, néha nyaralások alkalmával. Úgyhogy hát a foci az meg, itt rendszeresen járunk mi most is focizni, az minden szerdán egy kis ilyen mozgás. Hát mindennel úgyhogy így vagy, hogy hát ez, hát az, és akkor tulajdonképpen a hét minden napjára jut valami.
Hát a hétvégék azok mondjuk eléggé terheltek emiatt. Az ember akkor próbál kicsit pihenni. Szerencsére a srácaim is már olyanok, hogy rendszeresen jönnek velünk kirándulni, túrázgatni. Úgyhogy ezek ilyen kifejezetten családi programok. Ha nagyszülők elviszik őket, akkor meg olyan programokat próbálunk időzíteni, ami egy új szerelem, egy éve vitorlázom, és azt hát olyan szín versenyezni is sikerült bekerülni a csapatba, ott ilyen kis mancsafként úgymond részt veszek benne, hát mondjuk az elég sok hétvégét azért elvisz így a nyári időszakba, de hát mondjuk a Balaton szépségét tényleg az ember ott tudja megtapasztalni, mert hát ugyan problémák vannak a vízzel, sokszor mondják, de maga a Balaton ugye minden időszakban is, mert egy gyönyörű, és minél többen benne kéne ezt megismerni, mert nem lenne ilyen probléma, egy gond, hogyha ugye a turizmusban is nagyon sokat jelentene ez fejlődésbe. Na hát a hobbikról megtudtunk sok mindent, de valahol ott akadtunk el, hogy hármas iskola a tanulmányokat tekintve. Az általános iskolai tanulmányok után hova tovább? A Tolnai gimnáziumba végeztem utána. Hát ez egy kis kitérő volt igazából, legfőbb oka annak, hogy az ember oda került abba az időszakba, az volt, hogy barátok mentek oda, és nem szülők jobban szerették volna a Garait. Ugye akkor felvételis időszak volt még, és hát nem annyira vonzott. Inkább az ember azután ment volna, hogy hát oda ismerősök, barátok oda mennek, akkor maradjunk együtt. Csapatszellem. És hát mondhatjuk annak is, de inkább a barátság volt, és akkor ebből kifolyólag ez megmaradt. Még nagyon utólag azt mondom, hogy nagyon jó volt. Tehát ott egy kis gimnázium, két osztály párhuzamosan, mindenkit ismer, tanárok is. Azért jobb, egy komolyabb kapcsolat alakulhatott két tanárdiák között is, ez most hosszú távra is vonatkozik, hogy nagyon sok tanárral megmaradt a jó viszony utána, és kérdésekkel is jobban tudtunk oda menni. Hát ugye, aki így örök mozgó, annak azért nem a tanulmányban nem voltam a toppon, nagyon szerettem volna ugyanúgy. Először az első állam az a régészet volt, hogy na majd egyszer régész leszek, de hát az ember ezt utána kicsit azért ebből kibújt, hogy látta, hogy az egy nagyon-nagyon szűk paletta, ahova hát azt hiszem, hogy inkább azt örökölni lehet, úgy lehet oda bekerülni, és utána a közgazdasági egyetemet próbáltam meg, a sajnos nem jött össze, és emiatt utána a katonság miatt kicsúszott minden, megváltozott az ember élete. 90-es évek elején indult ez a vállalkozósdi, és elég hamar beleugrottam így ebbe, és utána az ember önképzése ment tovább. De tulajdonképpen én azt hiszem, hogy testhez álló feladat volt neked, tehát nem lehet azt mondani, hogy te kényszerből kezdted el, hanem megtaláltad a számításodat, mondhatjuk ezt. Pontosan, hát igazából tényleg olyan embernek tartanak meg a tartom is magam, aki szeret másokkal foglalkozni, és így a kereskedelem, ez azt mondom, hogy abszolút egy közel álló feladat. Hát sokan Szexárdon még úgy ismernek, hogy hát annó, aki a cipő volt, ott kezdte a városba. Az Újvárosban éveken keresztül működtettünk egy cipőüzletet, és hát a bútor az inkább egy ilyen családi vállalkozásnak a kiteljesedése, most ez az irodabútor, illetve a bútor, amivel most foglalkozunk. Édesapám váltani kényszerült 20 év után, és hát ő úgy volt vele, hogy annál szakmára maradna, amit szeret, és szükség volt arra, hogy úgymond segítsük a munkáját, és így váltottunk, így hoztuk létre a Domino irodabútor áruházat, meg mint a termet. Ott először használt bútorokkal indultunk, és az idők szava, hogy sodort bennünket, irodabútor tevékenysége bővültünk először, majd utána, ahogy igényekbe jelentkezett a függönyözés árnyékolás technika volt a következő, mint kérdezték, hogy hát bútort vittünk, akkor valami függönyt nem lehet. És hát először csak ugye elhoztunk a gyárból egy véget, megvaradtuk, úgy raktuk föl, és ahogy teljesedtek az igények, úgy éreztük, hogy egy kettő passzol, és hát ez igazolódott is, így fölvettük a Gardénia márka üzlet, fölvettük ezt a függönyözési üzletágat. Nyáron egy időszakban úgy gyengébb, általában az üdülések miatt ugye nagyobb beruházások nincsenek, emiatt egy kicsit leállt a pénz, és akkor gondolkodtunk, hogy mit lehetne nyáron egy kicsit, ami szezonális, és így jött az osztozatechnika.
És hát ugye ez néha már úgy tűnik, hogy sok, de most a megosztásban egyre inkább sikerült elrendeznünk, hogy ki mivel foglalkozik, úgyhogy meg tudjuk oldani. Egy sikeres vállalkozó, tehát mondhatom, ül velem szemben. A magánélet az hogy alakult? Itt a hobbi kapcsán már utaltál arra, hogy a srácaim elég nagyok ahhoz, hogy jöjjenek, és már részt vegyenek akár a tájékozódásban és egyéb másban. Tehát kérdezem még egyszer, hogy alakult a magánélet a karrierépítés közben? Hát 90-ben nősültem. És 92-ben, 93-ban született meg két fiam, Barnamás, illetve Zsombor. Hát ők most már mindegyik iskolás, sőt, hát ötödikbe, illetve negyedikbe mennek. Igazából feleségem is szexárdi, úgyhogy nem volt gond az, hogy most hova költözzenek, úgymond a fiatalok, és hát sikerült önálló életet indítani, saját házunkban lakunk, úgyhogy a gyerekeknek van egy kis tér. Mondhatni, hogy minden a legnagyobb rendben van, megvan az a biztos háttér, ami az egyéb máshoz kell. Így van, így van. Hát kicsit az ember, amikor elkezdte ezt a képviselősdit, mondjuk számoltam azzal, hogy hát ez kívánni fog majd olyat, hogy valamiről le kell mondani. Igazából a legtöbb lemondás most már látszik az, hogy nem is annyira munkaterén jelenti, hanem a család programjai rovására, mert ez már ugye egy bizottságülés, vagy valami, az általában délután 4 órakor kezdődnek 3 órakor, tehát azért munkából ez annyit nem veszel, vagy azokat lehet úgy szervezni, hogy az ember meg tudja oldani, de mondjuk a család rovására jelenti ez a legtöbbet ez a munka. Hát mondhatom, hogy talán ezért is vállaltam, mert abban reménykedik az ember, ugye, hogy a fiataloknak elég nehéz, most per pillanat úgy látjuk, hogy nem nagyon van perspektíva. Tehát a város elég nehéz helyzetben van. Hát bízom benne, hogy az ember egy kicsit azokkal a feladatokkal, amivel megbízzák, azt ha jól elvégzi, akkor előbb-utóbb meg tud indulni egy kicsit a város szekerés, és akkor lakások, munkahelyek ismét egy kicsit fellendül, teremtődnek, és a fiatalok maradnak. Hát ugye az ember fölépít valamit, akkor nem szívesen lenni azt, hogy esetleg egy idő után azt mondja, hogy nincs, aki átvegye, és vagy meg kell szüntetni, vagy egyáltalán eladja az ember, és ki tudja, hogy ugye látja, hogy egy-két év múlva, hogy mi történik vele, nem biztos, hogy olyan irányba megy, amit várt. De hát elsősorban mondjuk legtöbb szülőnek mondjuk az a szem a vágya, hogy a gyerekek azok aránylag közelébe maradjanak. Hát majd az Európai Unió biztos ez ellen még többet fog tenni, hogy inkább könnyebb lesz máshol elhelyezkedni, akár az európai viszonylatban. De igyekszem úgy irányítani, hogy ha kell, meg lehet irányítani a srácokat, hogy akkor olyan területre menjenek, ami esetleg segítheti majd annó a cég fejlődését is. Bölcsen előre gondolkodva, jövőbe tekintve, ugye itt említetted a képviselőséget, hogy az is motivál téged, hogy a munkahelyteremtés, az itt tartás, hogy egy kicsit a város ugye előrébb rendüljön, meginduljon. Mi volt más még, ami miatt te azt mondtad, hogy én ide lépek erre a szintérre, amire sokan azt mondják, hogy egy veszélyes szintér, és lehet, hogy akár a te közvetlen környezetedben is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem kell ez neked, hát van neked épp elég dolgod. Miért válasz még ilyen szereplést is? Hát igen, ez így igaz, ahogy mondod, hogy voltak nem is kevesen olyanok, hogy hát kell ez neked. És ugye a Tolna megye Emberek Szövetsége jelöltjeként kerültem be. Igazából a politikai életben az ember, hát idézőjelben a politizálásnak azt a részét, amit a pártok csinálnak, szóval ez tényleg, mondjuk ehhez nem tudnék csatlakozni. Tehát az, hogy nekem egy adott szituációban azt mondják, hogy már pedig fárt fegyelemből most erre szavaz, vagy arra szavaz, és közben tudod azt, hogy neked nem az igen, nem gombot kellene megnyomni. Ilyet nem tudtam volna fővállalni, mert az ember azért annyira, hát nem akarok tényleg senkit megbántani ezzel, hogy de bizony pártoknál ott nagyon keményen azt mondják, hogy egy adott szituációban akár a saját lelkiismeretével szemben is kell szavazzon, és ezt mondjuk hosszú távon fölvállalni elég nehéz. Most mondjuk talán azért az látszik a városban is, hogy próbálnak ebből a véres politizálásból egy kicsit visszavenni, többségében sikerül, de még nagyon sokat kellene tenni azért, hogy tényleg együtt egy irányba toljuk azt a szekeret, hogy úgy működjön, ahogy mi azt szeretnénk.
Értek-e esetleg atrocitások? Volt-e negatív hangvétel, amikor te képviselő lettél? Tapasztaltál-e ezáltal valami rosszat, és mennyiben kompenzálta ezt, ha volt ilyen, a támogatók tábora? Hát igazából nem az mondjuk elsősorban, hogy jöttek a nemek az elején, hogy hát ezt nem kéne elválnod, azok voltak a negatívok. Pozitív az inkább tényleg sokan jönnek, megkeresnek, elsősorban a vállalkozói oldalról jönnek ezek a megkeresések, hogy jönnek ötletekkel, vagy kérésekkel, vagy a kettőt egybeágyazva, és akkor próbálunk valamilyen irányba indulni. Hát mondjuk itt látom még egyébként a legnagyobb lukat, amit tényleg a városnak valahogy meg kell majd oldani, hogy azokkal a vállalkozókkal együtt dolgozni, akik itt ugye befizettük a városba is, és igazából rajtuk áll, vagy bukik az, hogy ennek a városnak a fejlődése el tud indulni. Pénzt elkölteni meg, azt aránynak könnyű, de azt a pénzt megkapni is, és minél többet kapni, az már egy kicsit nehezebb dolog. És hát a vállalkozó oldalról azt látja az ember, minden vállalkozó tisztában van az, hogy fizetni kell. Akkor, ha azt látják, hogy jó irányba használják fel a pénzét, akkor most nem azt mondom, hogy tapsol neki, de szíve. Szóval látja azt, hogy ez meg jó helyre megy, akkor szívesen odaadja, és hogyha ugye az Exádon most is a legmagasabbak, amit be kell fizetni ezek az adók, de ezt is elfogadják a vállalkozók, csak tényleg mindig szeretik azt látni, hogy ez a pénz ez oda ment, ahova kell. Tehát azokat a pontokat kell majd megtalálni és megszüntetni, amik ilyen fájó pontok azoknak, akik befizetők. Mert ha ezek eltűnnek és tényleg látják a felhasználásnak az iránya olyanra megy, ami esetleg nekik, vagy ha nem nekik, de a gyerekeiknek, mert ugye mindenkinek ez a fővonal, hogy az utódok, ha olyan irányba megy, akkor azzal nem lesz gond probléma, mindenki szívesen áldoz. Mondhatni azt, hogy te most tulajdonképpen egy kicsit talán a vállalkozók érdekei fölé helyezted magad, tehát ők azokat, ez az a réteg, akit képviselni szeretnél, az ő sorsukon szeretnél jobbítani képviselői tevékenységed által? Hát nem, ezt így nem mondanám. Ők azért jönnek hozzám, mert együtt dolgozunk. Igen. Tehát ugye eddig is azért kamaránba is részettem dolgokba, tehát ismernek, tudják, hogy szóval nem, most nem azt mondom, mondhatni hogy talán azt, hogy te egy közösségi ember is voltál mindig, tehát talán a képviselői pálya felé is az irányított, hogy mindig felvállaltad egy-egy közösség érdekét. Hát igyekeztem, tehát a kamarán is próbáltuk azt, hogy ugye voltak, akik kimaradtak. Jó, persze ennek legtöbb oka az, hogy az emberek sokszor közönösek a saját dolgaik iránt, és van egy hangos, egy bekiabálás az megy, de ugye akkor, amikor tényleg tenni kéne, akkor azért sokan elég későn lépnek ebbe. Én próbáltam ugye a legtöbb embernek, hogy elsősorban az ismertségi körben az ember azt mondja, hogy kinyitja egy kicsit a szemét, hogy figyelj, ne csak kérjél, tegyél is érte azért, hogy megkaphasd. Most tényleg a kamarából ebből kifolyólag sokan megismertek a vállalkozók, ezért mernek talán többen jönni hozzám megkérni, meg tudják azt, hogy hasonló cipőben járunk. Igazából ugye az ötös körzetbe indultam, mint egyéni. Hát az ötös körzetben is mai napig is többen megkeresnek, ugye Petőfi utcának elmaradt a pályázaton, nem nyertünk, ott elmaradt az útfelújítás. Hát kérdezik, hogy lehetne. Hát mondom nekik, hogy hát nem tudom. Tehát sajnos válaszokat sokszor kell azt mondani egy képviselőnek is, hogy nem tudja, hogy ebből hogy lesz megoldás. Ugye ilyenkor próbálunk a hivatalhoz fordulni, hogy milyen lehetőségek vannak keresni, hogy ugye ezeket a karbantartásokat is nagyon sokára tudta a város elvégeztetni, nagyon kátyúsak voltak ezek az utcák. Hát most megint ugye építkezések indulnak ott meg, és nem tud, megint utólag derül majd ki, hogy mennyire volt körültekintő a város, hogy ezek az építkezések majd mennyire terhelik meg ott az utcákat, mert ugye ott a betont kell szállítani, téglát kell szállítani, tehát nagy terautókkal fognak beközlekedni. Hát bízom benne, hogy egy kicsit most már majd erre jobban oda tudtak figyelni, amikor kiadták az engedélyeket, és esetleg felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben károkat okoznak, azt ott meg is kell utána. Azt látom rajtad, hogy nagyon céltudatos ember vagy, és hogy a jövő, tehát az úgy jól behatárolt nálad. Tehát én például nem tudok, bevallom őszintén, nem nagyon tudok tervezni, ez már úgy hozzászoktam ennyi év alatt, hogy így élek, de nálad azt látom, hogy határozott vagy, és mindig tudod, hogy mi a következő lépés. Hát szereti az ember ezt tudni, sajnos nem így van mindig, de úgy a nagy vonalakat mindig szeretné az ember látni, hogy most ez az.
Hát nekem volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy, ha nem írod le a céljaidat, akkor, azoknak nagy része nem fog megvalósulni. Nekem van egy kis lap vagy füzet, amiben mindig le van írva valami. Ebben van olyan, mindig van olyan is, ami nagyon távoli, meg esetleg olyan is, ami sosem fog megvalósulni, egy-kettő ilyen is, de inkább sok kis célból kell fölépíteni azokat, amit szeretnénk elérni. Sok legyen benne olyan, ami elérhető, és mondjuk ez az elérés azért múljon saját magunkon nagyobb részt, tehát ne legyen az, hogy külső körülmények. Hát aztán mondom, kell olyan is, amihez esetleg külső körülmények is össze kell jönni. De hát, hogyha az embernek van egy kicsi szerencséje, megtesz érte, akkor, van erre is esély. És akkor az embernek épülnek föl ezek a célja, akkor mindig tud újakat fölérni. Fontos, fontos. Akiknek nincsenek, tehát nem tud tervezni, annak is ezt érdemes megpróbálni egyébként, mert ez mindenre jó. Tehát ez magánéletben is apró kis, legapróbb célokra is érdemes ilyeneket néha megmondani. És akkor az ember előveszi. Nem kezd gyakran, van olyan, amit már nem 3-4-5 hónap után belenézek, hogy van. Van olyan, hát ez már megvalósult, akkor azt innen már ki lehet húzni, és akkor írunk a helyére egy újat. Feri, én úgy látom, hogy kiegyensúlyozott családi háttér egy biztos pont, egy biztos egzisztencia, és hát tulajdonképpen tele tervekkel, energiával a mondhatom új pályát tekintve. Mondjuk gondolkodjunk 4 évbe, egy ciklusba, 4 év múlva ilyenkor hol szeretnéd látni magad? De sokszor megkérdezem egyébként, ez a kérdés sok mindent elárulhat, én azt hiszem. Hát, hogy hol szeretném látni magam? Én azt mondom erre, hogy ha nagyon sok fog múlni azon, ugye, hogy ez a testület hogy tudja megoldani a mostani problémákat. Beszélj, nem csak politikára gondolok a kérdést tekintve. Akkor most a politikai vonalat nézzük először. Én azt mondtam, amikor bekerültem, ugye egy kicsit később kerültem be egy összeférhetetlenségi miatt. Akkor, amikor kezdtem belátni, akkor ez a májusban azt mondtam a képviselőtársaimnak, hogy hát én első címnek most azt mondanám, hogy ezt az év végén, december 31-jel úgymond tudjuk mi zárni az évet. Ez azt jelenti, hogy, mondjuk a város működését életbe tudtuk tartani. Hát igazából pont itt a politikában nagyon nehéz hosszú távú terveket, ugye pláne egy személyes résztvevőként megfogalmazni. Elsősorban tényleg inkább általánosan az, hogy a város próbálja megkapaszkodni, helyre kerüljenek ez a dolgok, csökkenjen az adósság, ami van. Tehát ezek a fő célok. Én úgy érzem, hogy ha ezek megvalósulnak, akkor a választók biztos észre fogják azt venni, hogy ebbe tettek azok is, akik nem egyik oldalon, illetve a másik oldalon ülnek. Szeretnénk azt elérni, hogy esetleg 4 év múlva a Tolna megyei Emberek Szövetségéből ne egy fő, hanem kettő, ne talán 3 kerüljön be, és igyekszünk úgy politizálni, hogy ezeket a bekerülő emberek legyen mindig kihez fordulni a háttérbe, tehát egyedül vagyok benne, nem egyedül dolgozunk, vannak akik hátulról segítenek, mert hát nem érthet egy vállalkozó, nem érthet esetleg a szociális részhez, nem érthet olyan dolgokhoz, amivel nem foglalkozott sose ezt, vagy két dologként lehet, vagy elmegyek és megtanulom, és látom azt, hogy mi történik. Elég sok bizottsági ülésre bemegyek azon felül is, ami úgymond kötelező lenne. Ez tényleg azért van, mert úgy érzem, hogy így tud legjobban felkészülni az emberi közülésre, meg sokkal több információ jön be, mert ott egy bizottságban azért jobban vannak kérdések, és jobban jönnek a válaszok is. Egy közgyűlésen ott kérdések elhangzanak, válasz nem mindig ugyanúgy jön rá. A politikai részt átlépve, még mindig ennél a 4 évnél maradva, mi a cél, mi a távlati terv? Hát a vállalkozást, hogy az ember szeretné továbbfejleszteni. Mindig vannak apró célok, most itt is bővíteni szeretnénk majd az üzletágokat, de azért ott maradni ezen a területen, amiben foglalkozunk, tehát a közintézményekkel, illetve irodákkal, üzemekkel. Magánéletben is, hát az ember még ugye nincs teljesen kész a házunk, mert a környezetében még nagyon sok tennivalónk van, mert még az udvarunk az lóg a levegőbe, ezt mondjuk mindenképp szeretnénk minél hamarabb most már megoldani. Hát ezek ilyen apró célok és apró örömök. Így legyen.
hogy mindig legyenek ilyen apró célok és örömök, hiszen azt mondtad, hogy ez nagyon fontos, és hát természetesen azt kívánom, hogy mindez minél előbb és minél könnyebben valósuljon meg. Mindenhez sok sikert kívánok neked, köszönöm, hogy itt voltál, a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm meg, minden jót mindenkinek, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!